Azt hiszem, hogy nincs ismertebb múzsája magyar irodalomnak, mint Szendrey Júlia, legalábbis a régiséget tekintve, és nincs ellentmondásosabb múzsája se. Mindent elmondtak róla, a feleségek felesége, a hűtlen feleség, aki eldobta az özvegyi fátyolt, a nyomorult nő, a tehetséges írónő, az ünnepelt díva. Az előadásban megpróbál megvilágítani, hogy miért beszélnek ennyire sokfélét róla, mik a forrásai annak, hogy Szendrey Júliáról ennyire sok kép él a magyar irodalom történetben, illetve a magyar köztudatban tulajdonképpen. Mindenek előtt azt kell tisztáznunk, hogy mi volt a társadalmi helyzete ennek a fiatal nőnek, amikor meghalt, még akkor sem volt egészen 40 éves, nagyon fiatalon halt meg. Először is nő volt, ami a 19. században nem volt kis hátrány, például aki írónő akart lenni. Erről majd ezzel kapcsolatban fog beszélni egy vitáról, egy írónő vitáról, amihez ő is hozzászólt egyébként egy nagyon érdekes novella formájában. Középnemesi családból származott, tehát nemes volt, ugye 1828-ban született, és 48-ban volt 20 éves. Tehát tulajdonképpen az eszmélkedését azt kiváltságosként, ugye a 19. században, 1848 előtt a magyar társadalomban nemesek voltak igazából kiváltságosok, ő egy kiváltságos középnemesi családba született bele, és jó módú családba született bele, ezt sem nagyon szokás emlegetni vele kapcsolatban. Ez a tanítatásán is látszik, illetve egy katolikus családba született bele. Ez is nagyon fontos, ez különösen a Petőfivel való házassága szerelme történetével kapcsolatban. Először is arról, hogy nő volt. Mit jelentett nő lenni a 19. században? Mit jelentett egy középnemesi családban nőnek születni? Hát nem nagyon sok lehetőségük volt nekik sem. Ráadásul egy olyan családról beszélünk, amely egy feltörekvő család. Szendrey Ignác, nagybirtokosok először a Keszthelyen éltek, Keszthelyen is született Júlia, a festetis családnak volt a gazdatisztje tulajdonképpen. Egyébként egy nagyon kiváló mezőgazdasági szakember volt Szendrey Ignác. Ő maga is, tehát Júlia anyja is nem nemesi származású volt, tehát ő is lefelé házasodott. Feltörekvő család volt, tehát hogy vagyont akartak szerezni. A családban két lány született, Júliának még egy húga született, aki nagyon korán meghalt, tehát korábban, mint Júlia sajnálatos módon. A család boldogulásának az egyedüli útja az volt, hogy jó partikat szerezzenek a lányoknak. Jól adják őket férhez. Azt kérem, hogy jegyezzük meg a Petőfivel való házasság történetével kapcsolatban ezt a problémát. A család, az apa mindent megtesz a lányok jó neveltetésével, neveltetésének az érdekében. Maga Júlia először Mezőberényben, a Wenckheim kastélyban működő lánynevelő intézetbe tanul 1838-40-ig, utána viszont Pestre kerül a Tancer vagy Tancer Lejtei féle, Lilla féle lánynevelő intézetbe. Ez az időszak, az 1840-es évek időszak, amikor már nagyon sok vita folyik a magyar közéletben a nőneveléssel kapcsolatban. Ugyanis elég ellentmondásos a nőkkel kapcsolatos viszony a 19. század ezen szakában. Először is maradjon mindenki otthon, legyen mindenki jó feleség, jó családanya és jó hollány, ami nagyon fontos a 19. században. Ezzel kapcsolatban nagyon sok új fejlemény kerül előtérbe. Vannak olyan kiváló hölgy nevelők, mint Brunswick Teréz, vagy Karas Teréz, vagy Teleki Blanka, akik megpróbálják áttörni azt a gátot, amit a hagyományos, feudális alapú nőszemlélet a nőkre károsztata tetszik. Például ne csak kézi munkát tanuljanak az iskolában, hanem tanulják tudományokat is. Nem volt evidens, hogy a lányok tudományt is tanuljanak, ugyanis azt gondolták, hogy megterheli őket. Elég, ha szépek, elég, ha ügyesek, elég, ha megtanulják azokat a feladatokat, kifejlesztik azokat a képességeiket, amelyek egy jó házi asszonyhoz, természetesen most a nemesi értelme, nemesi háztartást kell elgondolni ezzel kapcsolatban, de egy jó házi asszonyhoz illik, aki a férje boldogságát és a gyerekek nevelését fogja majd szolgálni. Ehhez képest a,
az újfajta nőnevelés gondolata az az volt, hogy a nők is tanuljanak művészeteket, tudományokat, földrajzot, matematikát, irodalmat, és tanuljanak nyelveket. Ennek következtében Júlia Pesten 1840-44 között tanul franciául, tanul németül, angolul azt nem tudom, hogy tanul-e, valószínűleg angolul nem, de tanul zongorázni például. Kedvenc zeneszerző egyébként Chopin, aki azért lesz érdekes, mert a Júlia példaképének tartott George Sand szerelme volt, ugye a Chopin maga is, vannak ilyen rejtett kapcsolatok a két írónő között. Júlia nagyon sokat olvas ebben a korban, ő kitűnik az olvasottságával, a korabeli emlékezések szerint. Természetesen romantikus irodalmat olvas. A naplójában, ha elolvasok a naplóját, akkor nagyon sok irodalmi utalás van, irodalmi figurákra, szerzőkre, az ő sorsukat veti össze saját sorsával, analógiákat képez, még a szerelmi történeteik között is. Egy nagyon művelt fiatal lányról beszélünk, aki 18 éves korára megismerkedik Pesten körülbelül az akkori kortárs irodalomnak a fölhozatalával, ha tetszik, a személyesen nem is, mert természetesen személyesen nem nagyon találkozhatott írókkal, de azért tudja ki ez a Petőfi Sándor például. Petőfi Sándor, aki aztán majd később berobban az életébe, aki majd irodalmi celebként fog megjelenni a Júlia életében. Ne felejtjük el, hogy ez a korszak a romantika korszaka. A romantika korszaka az nem csak a nőemancipáció kapcsán fontos. Tehát nem csak arról van szó, hogy a nők már úgy gondolják, hogy ők is írhatnak joggal, nem csak otthon, nem csak a háztartás, nem csak a családi körbe vannak beszorulva, hanem nyilván az énépítés, az énről való gondolkodása, a belső térnek, a léleknek a felfedezése is ehhez a korszakhoz kötődik, ami tulajdonképpen kinyitja a nagyon merev, feudális alapú, régi alapú, vallási és feudális alapú gondolkodást kinyitja, és egy újfajta ember és világképet emel be a kor gondolkodásába, a nőkről való gondolkodásba is. Egy kicsit, most ugrunk egy kicsit az időbe, hogy megmutassam, hogy amikor 1858-ban járunk most, majd még visszatérünk természetesen a sorrendre, csak hogy értsük, hogy Júlia hogy szól bele abba a bizonyos nőíró vitába, amely a Gyulai Pál robbantott ki. Ez azért érdekes, mert Gyulai Pál az a Júlia sógora. Ő veszi feleségül a húgát. Gyulai Pál 1858-ban Írónőink címmel kiad egy cikket. Eredetileg nem ez volt a címe, eredetileg Malvin a 50 költeménye, illetve Andersen meséi volt a címet, egy kritikának szánta tulajdonképpen. Az a pikantériája a dolognak, hogy Flóra 50 költeménye, hogy Majtényi Flórának a költeményeit bírálja, azért érdekes, mert a Majtényi Flórának a férjével párbajt is vív egyébként a Gyulai, az Andersen meséket pedig Júlia fordítja magyarra, adja ki egybe, egy kötetben először magyarul az összes Andersen mesét. Maga is ír egyébként meséket. Meg is említi a Gyulai Pál ebben a cikkben, hogy milyen jól sikerült meséket ír Andersen mintájára. Ebben a cikkben Gyulai tulajdonképpen megijed attól, hogy úgy érzi, hogy nagyon sok, túl sok a nőíró hirtelenjében a magyar irodalomba, és hogy azt hiszi, tehát egy nagyon fura, számunkra nyilvánvalóan már idegen, bár azért a mai magyar társadalomban itt-ott még nyomokban megjelenő nőképet visszhangoz, mi szerint a nők inkább érzékiek, és inkább az érzelmeik dominálnak a racionalitás felett, nem bírják azt a kritikai világot, amivel belecsöppennének, hogyha valóban íróként jelennének meg. Nyilván nem képesek az analitikus gondolkodásra, nyilván nem képesek ennek következtében például a regényírásra, még csak-csak verseket írhatnak, hiszen az ugye az érzelemnek a világa, az érzelmet közvetítő műfaj vagy forma, de azért a regényíráshoz, a prózaíráshoz a nők egyszerűen alkalmatlanok, mondja Gyulai. Ráadásul ez a maga a hírességnek, vagy maga a nyilvánosságban való megjelenésnek a nőket, akik
akiknek Gyulai szerint a családi körben helyük, kiemeli ebből a családi körből, és hirtelennyiben a nyilvánosság terébe helyezi át ezeket a bizonyos írónőket, ami viszont hát szemérmetlenség, erkölcstelenséghez vezet, és itt tovább, és itt tovább. Egészen elképesztő, mai szemmel nézve, egészen elképesztő gondolatokat közvetít. Egy nagy vitát vált ki a 19. század közepén ez az írónőink cikk. Nagyon sokan hozzászólnak, természetesen a legtöbben férfiak igellően, egyetértőleg. Például, hogy mondjak egy például, Jókai Mór abszolút nem ért egyet ezzel a szemlélettel, egészen másképp gondolja el a nők szerepét, kérdezi, és akkor a színésznőkkel mi van, mondja az a Jókai, akinek a felesége, ugye színésznő, nem nagyon mondhat mást ismerve a Laborfalvi Róza egyéniségét, amúgy sem gondol mást egyébként Jókai, de mondjuk ilyen nagyok, mint Arany János, nagyjából egyetért ezzel a gondolatmenettel, ez volt a kornak az általános fölfogása. De felejtjük el, hogy nem egész egy év múlva Vadácsi Jure kiadja a nőről különösen esztétikai szempontból című, vagy megírja akadémiai székfoglaló értekezését, aminek az egyik kiinduló pontja az, hogy a kaukázusi nőnek kisebb az agya, mint a kaukázusi férfinak, ennek következtében nők nem alkalmasabb, racionális, stb. Gyakorlatilag ugyanazokat visszhangozza, amiket Gyulai elmond. Természetesen nem nőellenes cikkekről van szó, legalábbis az ő retorikájuk szerint, sőt, kifejezetten a nők védelmében próbálnak föllépni, legalábbis úgy indokolják meg a saját föllépésüket, hiszen úgy gondolják, hogy ők meg akarják védeni a hölgyeket, hogy ne lépjenek túl azokon az intim körökön, azon a belsőséges családi körön, amelyben ők igazából valók, hiszen ott tudják boldogítani a férfit, ott tudják nevelni a jövőt, ott tudják nevelni a jövő honfiait és holleányait, ugyanis a nőknek tulajdonképpen a nevelésen keresztül lenne nagyon nagy feladatuk. Gondoljanak arra, hogy Széchenyi István a korunk szebb lelkű asszonyainak ajánlja, mert 1830-ban a hitelt. Nyilván azért, mert a fölfogás a korban mindazok mellett, a negatívumok mellett, amiket Gyulai elmondott, emellett úgy gondolt a nőkre, mint az első forrására az embereknek mondjuk, a nevelő, aki olvas a gyerekeknek, aki verseket mond a gyerekeknek, aki ennek következtében nemesebb célok felé tudja terelni a gyerekeket. Na most ehhez a bizonyos vitához 1858-ban hozzászól Júlia, még egyszer, róla pozitív kritikát ír a Gyulai, mert meséket ír, hiszen a nők meséket írjanak, mondja Gyulai, a gyerekekkel foglalkozzanak, ugye? Tehát a gyerekek körébe maradjanak meg, ne akarjanak a felnőttek körébe belépni. Meséket ír, mesét fordít. Júlia ír egy novellát, amely válaszol erre, aminek nagyjából az a történet, hogy van egy írónő, aki boldogan él a férjével, sok gyerekével, esténként írogat, férje nagyon örül annak, hogy írogat, sikeres írónő, nagyon tehetséges írónő lesz. Aztán megjelenik egy cikk, ami arról szól, hogy az a nő, aki ír, az előbb-utóbb erkölcstelenné válik, előbb-utóbb tönkre megy a család élete. A férje olvassa ezt a cikket, és elkezd el úgy viselkedni, ahogyan ez meg van jósolva, és tönkre megy a család életük. Tulajdonképpen Júlia megmutatja azt a folyamatot, hogy milyen következményei lehetnek, ha komolyan vesszük azt, amit Gyulai leír, milyen következményei lehetnek az ilyen gondolatmeneteknek. Júli egyébként az 50-es évektől kezdődően kezd igazából publikálni novellákat, meséket, verseket, és még egyszer főleg az Andersen fordítása nagyon fontos, bár Andersent fordít más is a 40-es években, nem csak ő. Most visszatérünk kicsit kronológikusan a feleségek felesége toposzra, ami Júliával talán a legszorosabban kapcsolódik össze, mégiscsak a legnagyobb költő feleségéről van szó. Azért mondtam el azt, hogy milyen társadalmi beágyazottsága van Júliának, hogy megértsük, hogy a morcos és kemény szívű apa, a Szendrei Ignác, miért nem akarja hozzáadni Petőfihez. Innen nézve ugye, hát tényleg a halhatatlanság maga, hát nem is tudom, hogy amúgy Szendrei Júlia szerintem egy nagyon tehetséges költő, manapság vannak kutatások, Gyimesi Emese, aki a legjobb Szendrei Júlia kutató,
például ambíciója az, hogy megmutassa, hogy nagyon is jó költő volt. És valóban, ha végigolvassuk a naplóit, a versét, akkor kiderül, hogy nagyon reflektált, nagyon finom pszichológiai megfigyelésekre képes író és költőnő volt Júlia, de abban nem vagyok biztos, hogy azért ekkora ismertségnek örvendene ma, hogyha nem a Petőfi felesége lenne. Most ehhez képest tudjuk, hogy ugye az apa nem akarja hozzáadni. De remélem értjük, hogy miért nem. Ki ez a Petőfi Sándor? Júlia tudja, mert szereti az irodalmat. 1846. szeptemberében találkoznak ugye a Nagy Károly bálon. Egyből persze, Petőfi mindenképp egyből szerelmes lett, akit meglátott, és meglátta Júliát, és úgy döntött, hogy ez az ő végzete. Júliának is imponál természetesen, hogy az ekkor már irodalmi celebbé, hát nem tudom másképp mondani, mai fogalmaink szerint Petőfi a 40-es évek közepére valóban irodalmi celebbé vált az országba. Gyakorlatilag olyan tudósítások vannak, ha lett volna most akkor Facebook, vagy bármilyen social media, akkor sokkal, sokkal nagyobb hírverés lett volna körülötte, de így is tele volt az összes lap, folyóirat, napilap azzal, hogy Petőfi Sándor éppen kivel veszett össze, éppen kibe kötött bele, kikötött bele Petőfi Sándorba, hol mulat Petőfi Sándor, melyik bába vesz részt Petőfi Sándor, és így tovább, és így tovább. Egészen különös, tehát ő az első igazán a korabeli médiát, a korabeli média felületeket igazán jó használó irodalmi költő. Ezért mondom, hogy celeb a celebet, nem úgy értem, hogy nem volt mögötte teljesítmény, hanem a hírességről beszélek, tehát arról, hogy egészen gyorsan, egészen rendkívüli hírességre, tehát a hírnévre tesz szert Petőfi, holott tulajdonképpen mi jelent meg tőle addig, hát megjelent 3-4 kötete, azért az elég sok persze, különösen, hogyha ahhoz a 6 évhez mérjük, amiben ő alkotott, hiszen 43-tól 49-ig szokás az ő pályáját mérni, de azért nagyon sok negatív kritikát is kapott a korabeli. Mindenesetre botrányos volt. Szóval róla beszélt mindenki. Ő volt az ifjúságnak a romantikus költője, tetszik. Természetesen Júliának ez imponált, ez tetszett neki. A naplójából azért az derül ki, legalábbis azokból a naplójegyzetekből, amelyek aztán nem kerültek be a korabeli nyilvánosságba, de erről is fogok beszélni, az derül ki, hogy azért bizonytalan volt. Tehát nem volt ez a Júlia részéről egyértelmű, magától értetődő szerelem, ráadásul elég sok zökkenővel házasodtak össze. Még egyszer, tehát van egy rockerünk, egy irodalmi celebünk, ez a Petőfi Sándor, se nem nemes, se vagyona nincsen, se nem katolikus, és még csak a magyarságával kapcsolatban, a korabeli értelembe vett magyarságával kapcsolatban is kétségeink lehetnek. Korban egyébként nagyon sokszor kijátszották a Petrovics nevet ellene, hiszen ugye utaltak arra, hogy ő mégiscsak egy szlovák származású asszimiláns családról van szó, szlovák származású költő. Na most képzelje el minden apa, hogy amikor megjelenik a féltfőőrzött lánya mellett egy rocker, aki ráadásul motoros mondjuk, akkor mennyire örül neki? Hát Szendrey Ignác nem örült ennek a kapcsolatnak, holott Petőfi mindent megtesz, többször találkoznak. Térei Maria, aki a Júlia barátnője volt, majd ő közvetít egyébként közöttük, Térei Mariéknál látogatást tesz Erdődön, a Szendrey családnál többször Petőfi nem örül neki apa egyáltalán. Azt a Júlia ragaszkodik a Sándorhoz, annyit sikerül az apának kicsikarni Júliából, hogy egy évig nem levelez és nem keresi a kapcsolatot. És hogyha egy év után is megmarad ez a lángoló szenvedély, mondom, ez az egész történet 1846. szeptember és október vége között zajlik. Tehát, hogy a lángoló szenvedély ez mondjuk ilyen egy hónap, és mondjuk van benne 5-6 találkozás azért, tehát annyira nem sok. De hogy ez a lángoló szenvedély nem huny ki egy év után, akkor majd újra tárgyalják a történetet, ez volt a családi díl. Hát valójában ez így is történik, bár azért a maga kapcsolatban, a kettejük viszonyában is vannak bizonyos ilyen zökkenők, ugyanis Júlia megsértődik joggal, ír egy 1846. október 21-i napló bejegyzést, amely tulajdonképpen arról szól, hogy szerelmes, megvallja a szerelmét. Azért egy 19. századi lány ne vallja meg a szerelmét, mert hogy nyilvánosabb, talán írásban ne.
Ráadásul Petőfi ezzel is dicsekedett, és ez természetesen visszajutott Júliához, hogy Petőfi azzal dicsekszik, hogy hát, hogy megvan neki Júlia, nem tudom szebben mondani, tehát, hogy szerelmes belé Júlia. Ez tulajdonképpen a becsületének a megsér, vagy a tisztességének, vagy hogy mondjam, a megsértése, mármint a Júlia tisztességének a megsértése, hiszen azt terjeszti róla, hogy már biztosan az ő szerelme. Ugye? Júlia nagyon-nagyon megsértődik. Tulajdonképpen a naplójában azt látjuk, hogy ez, meg az a pletyka, amit viszont Petőfiről terjesztenek, a Petőfi 1840. decemberében megkérte Priele Kornélia Debrecenben, Priele Kornélia nevű színésznő és operaénekesnő kezét, mert hogy mindenkiben szerelmes volt, akit éppen meglátott, ez visszajut természetesen Júliához. Ez gyakorlatilag olyan volt, hogy Júlia számára, hogy vége ennek a kapcsolatnak, nyilván nincs értelme tovább folytatni, belátta azt, hogy egy ilyen csélcsap rockerrel nem nagyon lehet kezdeni, elkezdenek neki, ugye van egy pletyka, hogy egy Urfi Endre nevű nemes udvarol neki, nyilván ez egy jobb parti lenne a Szendrei család számára, később egy Logodetti nevű ulánus katonatiszt is föltűnik a képen, ez aztán végképp kiüti a biztosítékot Petőfinél, mert hát katona is, osztrák is, hogy jön az ő szerelméhez. Tehát tulajdonképpen olyan, mint a véget érne ez a kapcsolat. A Júlia naplóját, ha megnézzük, szerintem véget is ért benne. Tehát, hogy tulajdonképpen azzal, hogy Petőfi elárult a nyilvánosság előtt, vagy sokaknak, hogy Júlia szerelmet vallott neki, és azzal, hogy megkéri a Priele Kornélia kezét, ezzel tulajdonképpen Júlia úgy érezte, hogy vége van, tehát, hogy ezt nem lehet folytatni. És akkor még nem is tudott a Pila Anikó esetről, amiről csak Jókai nyomán tudunk mi is, hogy hát bizony ugye megismerkedik a Koltói kastély urával, és a Koltói kastélyban tölt még 1846 őszén egy vidám hónapot vadászattal, és a többi Petőfi, és ott hát Jókai pletykája szerint, amit az irodalom történet azóta megerősített, bár mondjuk nem abban a formában, hogy Jókai ezt jóval később megírja, bizony valószínűleg Petőfi igénybe veszi a kastély extra wellness szolgáltatását, hogy nagyon csúnyán fejezzem ki magam, ez egy Pila Anikó nevű roma lány egyébként, egy 16 év körüli lány. Erről közelebbit nem tudunk, azt tudjuk, amit Jókai elpletykált. Erről Júlia se tudott semmit, tehát erről hallgatás van, erről senki nem tudott semmit, csak jó 30 évvel később Jókai egy verséből, illetve az ahhoz kapcsolt, kicsit olyan, mint a Jókai bosszút állna Petőfin, ami miatt Petőfi nem támogatta ugye, a Laborfalvi Rózával való házasságát. Szóval erről Júlia nem tudott, de ennek ellenére is elég volt elégek voltak ezek az indokok ahhoz, hogy tulajdonképpen olyan, mint a kapcsolatuk véget érne. Ugyanakkor viszont a barátaik, tehát például a Térei Mari közvetít közöttük, tehát ő közvetíti a leveleket, üzeneteket, Petőfi pedig elküldi az 1847-ben megjelent összes verseinek egy példányát Júliának. Most az összes versek azért érdekes, mert ezt teszi lehetővé tulajdonképpen azt például társadalmi értelme Petőfi megházasodhasson. Ugyanis nagyon sok pénzt kapott érte. Tehát szeretjük úgy látni Petőfit, mint egy ilyen szegény legény. A valóban nagyon nyomorúságos időszakai vannak Debrecenben és itt tovább. Sőt, még hát amikor a Vaut Imre mellett 1844-től a Pesti Divatlap segédszerkesztő, akkor is elég kevés pénzt kap, de akkor az már abban meg tud élni, az olyan 12 pengő forint volt havonta plusz a versekért kapott kialkudott összeget. Na most Emig Gusztáv, aki ugye a kor egyik legnagyobb könyvkiadója, könyvkereskedője, meglátta az üzletet Petőfiben, megvásárolta tőle, ugye először a szerelem gyöngyeit adja ki, majd megvásárolja tőle az összes versek előtt írt verseket, a jól emlékszem 1500 pengő forint értékben. Ez nagyon sok pénz volt, ez több évi fizetés. Több évi fizetésnek számított. Több millió, ma azt átszámoljuk. Ráadásul a 47-es versek után írt versekre előre megvásárolta a jogdíjat, amit egyébként majd Júlia fog megkapni, talán 2000 pengő forint értékben.
Évente 500 pengőt kap Júlia egyébként, miután Petőfi már ugye meghal, még akkor kapja ezt a járadékot. Ez nagyon-nagyon sok pénz. Na, ezzel házat lehet venni Pesten a korban. Tehát nagyon nehéz itt. Tehát úgy gondoljunk bele, 12 pengő forintot kapott 44-ben havonta, hogyha ezt felszorozzuk 12-vel, ez 144, és akkor ez a tízszerese, ugye, csak az 1500. Szóval, hogy a szegény Petőfi Sándor bizonyos értelemben polgári szinten is befutott. És akkor még nem beszéltünk az egyéb jövedelmeiről. Valószínűleg ez teszi lehetővé azt, hogy meg lejár az egy év, pluszban ugye üzengetések történnek, hogy megpróbálkozik újra a lánykéréssel. Megtörténik a lánykérés, Szendrei Ignác ugyan kemény szívű, de azért szereti a lányát, és látja, hogy hajthatatlan, hogy hát egyszerűen szerelmes. Szerelmes a lánya, nem tud mit csinálni, nem adja az atyai áldását egyébként, nem adja. Ott van az esküvőn, de nem adja az atyai áldását. Egyesek szerint elengedi a lánya kezét, de aztán később majd látjuk, hogy lakást vesz neki Pesten, támogatja azért a háttérből, amennyire ezt lehet. Minden esetre egybe kelnek a fiatalok, és fölköltöznek Pestre. Előtte természetesen 47 októberében a Koltói kastélyban töltenek egy hónapot, ugye ez a Nász út. Jókai pletykája szerint ugye Petőfi megkérte a Koltói kastély urát, hogy mindenkit küldjön el, a szakásnőt kivéve, és Pilanikót is. Ezt ugye Jókai hozzátette, hogy ő különösen, tehát véletlenül se jelenjen meg. Ez biztos nem igaz, ez biztos Jókai pletyka volt. Az összeházasodások után tulajdonképpen ők egy celeppár lesznek, egy irodalmi celeppár. Ezt mutatja az is, hogy 1847-ben az Életképek című divatlapban, amit Jókai szerkeszt és Petőfi is szerkesztőtársa Jókainak, megjelentetik Júlia naplóját két részletben. Ez a történet természetesen azóta előkerült a kézirat, kiderült, csomó mindent kihagytak belőle, ami megmaradt, az is Petőfi kézírásával, tehát ő másolta ki azokat a részeket, amiket megjelentethet az Életképek. Az aláírás is Petőfié, különben Júlia nevébe írt alá, az aláírás is Petőfié. Ez a napló gyakorlatilag az ő szerelmük gyönyörű ívét mondja el, a bizonytalanságokat nem. Pedig nagyon sok töprengés és bizonytalanság van Júliában, hogy egyrészt valóban szereti-e, hozzámehet-e, mi lesz, stb. Ezek nincsenek benne, hanem egy nagyon szép romantikus szerelmi történetet tárnak a nyilvánosság elé, ugyanis a korabeli irodalmi nyilvánosságban ők lesznek az egyik leghíresebb pár. Kicsit ilyen extravagánsak. Ugye szokás Júliáról azt mondani, hogy eleve extravagánsan öltözködik, rövid a haja. Hát ha megnézzük a Barabásnak a metszetét, a rövid haja van, hát ugye ilyen rövid, tehát ilyen Kleopátra frizurszerű rövid haja van, tehát nem ilyen fiús, mint amit így elgondolunk, hogy tényleg fiús lenne, vagy hogy szivarozik. Egy történetünk van, hogy valóban cigarettázik, szivarozna, nem tudjuk. Igazából háziasszony lesz, igazából írogat. Az igaz, hogy szeret furán öltözködni, ezt Jóka is megjegyzi, hogy olyan sipkákat horgol, ami ilyen nagyon fura frígiai sipkát, ami nagyon a PIM-ben, tehát a Petőfi Irodalmi Múzeum meg is maradt az elekjetárban, meg lehet nézni a PIM-nek a honlapján, meg lehet nézni, ezeket be vannak fotózva. Vagy mit a Petőfi szeretett ilyen extrém módon öltözködni, mert van neki egy lila, hogy hívják ezt a, nem zakó, hanem nem csak sima, hanem hanem császárkabátszerűség. Tehát, hogy sokkal polgáribb császárkabátról van szó. Frak, azt akartam mondani. Tehát abszolút, de lila. Semmi nem bizonyítja azt, hogy Júlia különösebben rövid vagy nadrágba járna, mint nem is járhatott volna. Igazából azért ezeket a normaszegéseket nem teszem meg. Elég nagy normaszegés volt az, hogy eleve hozzáment egy irodalmárhoz, aki ráadásul se nem katolikus, se nem nemes. Most az ő házasságukból az derül ki, hogy egy nagyon bensőséges kapcsolat, tényleg maga a mennyország, ahogy Petőfi is többször leírja, az látszik, hogy eléggé tüzes menyecske lehetett a Júlia. Ismerjük a történetet, hogy 1848. március 15-én, hogy Petőfi Sándor napja, Petőfi Sándor nem megy vissza a Nemzeti Színházba, a Bankben előadása, nincs ott, mert nem engedi vissza Júlia valószínűleg. Azt szokták mondani, hogy pont 9 hónapra rá, 1848. december 15-én megszületett Petőfi Zoltánka.
Úgyhogy nagyjából sejtjük, mivel vette rá Júlia, hogy ne menjen vissza. Jókaitól tudunk olyan történeteket, hogy ilyen kormányos tüntetéssel nem engedte Júlia. Hogy együtt laktak a Jókaival, Jókai Móral egy lakásban, és a Jókai azt írja, hogy azt kérte Júlia, hát vagy ráparancsolt, nem mert neki ellenmondani, hogy zárja be kívül az ajtót, vigye magával a kulcsot. És hiába kiabált a második emeletről utána Petőfi, hogy hozza vissza, nem vitte vissza a kulcsot, így Petőfi nem volt ott egy bizonyos kormányellenes tüntetésen. Tehát azt akarom mondani, hogy elég határozott asszonyka volt Szendrei Júlia, de a boldogságukhoz kétség sem férhet természetesen. Tehát irodalmi celeppár lesz, a nyilvánosság előtt élnek tulajdonképpen, a korabeli nyilvánosság figyeli mind a lépésüket, és boldogok együtt. Na most ezt a boldogságot, meg ezt a történetet Petőfi halál, vagy ennek a történetnek nyilván Petőfi halála vett véget. És innen kezdődik egy másik történet, ugye a Júlia özvegysége, illetve az újraházasodása. Tulajdonképpen a 19. században a legnagyobb trauma, hogy a 48-49, tehát az Arad világos, a szabadsághoz bukása. Mindenki bűnbakokat keres, Júliában is megtalálják a bűnbakot. Mégpedig azért, mert nem várja ki az egy évet, és képes férhez menni. Számoljuk ki, 1849-ben hány éves volt Júlia, 21 éves volt. 20. Tehát nagyon-nagyon fiatal volt, és tulajdonképpen a szemére álljuk, hogy miért ment férhez. Nagyon sok történet kering erről onnantól kezdve. A hírlapi cikkek jelennek meg, konkrétan nyilvánosság előtt, kicsit gúnyolódó, ironikus cikkek arról, hogy halljuk, hogy az egyik fiatal költőtársunknak az a neje, aki nem is biztos, hogy özvegy, újra férhez megy. És mi van akkor, ha mégse halt meg? Név nélkül jelennek meg ezek a cikkek. Júlia magára veszi, és válaszol egyébként ezekre a cikkekre, és leírja, hogy ő utána járt annak, hogy vajon életben lehet-e még a férje. És tulajdonképpen az egésznek az egészben a szomorú csavar, hogy az, amire hivatkozik, valószínűleg hamis nyom volt, ugye helytének, egy császári tisztnek a tanúságtételére hivatkozik, ezt ugye le is írják, be kellett mutatni az egyháznak, amikor újra férhez ment, hogy mire hivatkozik, hogy özvegy valóban. Hogy ez a helyte azt mondta, hogy látott egy Petőfi féle figurát, ugye a Héjasfalvi ütközet, Héjasfalvi úton, és most a történészek azt mondják, hogy hát, hogy nem biztos, hogy Petőfi volt. Sőt, valószínű, hogy az, akit láthatott a helyte, az mégse Petőfi volt. Persze ez nem jelenti azt, hogy nem halt meg, hanem csak amire hivatkozik a Júlia, az nem feltétlenül teljesen biztos. A korban abszolút nem tartották bizonyosságnak, várták vissza Petőfit. Arany János írt egy a Honvéd özvegye című balladát, nagyon durva ballada, a Hamletből származó idézet van az elején, amelynek ugye az a híres, mindenki ismeri, hogy gyarlóság asszonya nevet. A gyarlóság asszonya nevet, csak egy rövid hó, még a gyász cipő sem szakadt el, melyben könnyi olvadott niobekként kísérte ki szegény atyám holttestét, és ím ő, éppen ő férhez megyen, és a vége az egésznek arról szól, hogy visszajön a Honvéd szelleme, és látja, hogy a felesége boldogan, vidáman táncol egy bában, és hogy ez milyen csúnya dolog, és az utolsó mondat, hogy mosolyogva nyújtja karját táncra, aztán feled. Nagyon keserű. Aranytól egyébként nagyon fura, különös kifakadás ez. Ő nem szokott ennyire élesen fogalmazni, főleg magánüggyel kapcsolatban, de nyilván megrázta a barátja halála, illetve eltűnése, az meg még inkább megrázta, hogy Júlia ilyen gyorsan férhez, mert Arany javára legyen szólva, nem közölte le ezt a verset soha, ez a hagyatékban maradt, tehát nem tette nyilvánossá. Nagyon, a korban nagyon sokfajta pletyka volt Júliával kapcsolatban, hogy miután ugye kereste Erdély szerte Petőfit, hogy Kolozsváron szállt meg például hosszú időre, ez nagyon fontos, ez a későbbiekre nézve, tehát a Pestre kerül, Garai Jánoséknál lakik, de mivel nincs meg a férje, ráadásul lefoglalták a vagyon tárgyait, az összes tárgyukat, mint forradalmának a tárgyait, tehát nincsen semmije, tulajdonképpen egy gyereke van, egy fia, egy kicsi csecsemővel van,
a semmibe gyakorlatilag. Egész az fenyeget, hogy kitoloncolják Pestről, tulajdonképpen mind össze-vissza kapkod. Különböző pletykák fogalmazódnak meg, hogy miket csinál, hogy elmegy Hajnaúhoz, sőt egy Liechtenstein, egy Ferenc nevű herceg a szeretőinek akarja. Ezek nem igazak. Meg Diana Sondrés ezt kiderítette, hogy ezek a pletykák nem voltak igazak már a korban sem. Végsőtre érzékelteti azt, hogy mennyire ilyen felemás a viszony ekkor már Júliához. Aztán amikor férhez megy ez a bizonyos Horváth Árpádhoz, akkor aztán elszabadul a pokol tulajdonképpen. Garainál találkoznak, Garai családnál találkoznak. Tudjuk a Júlia emlékirataiból, vagy naplójából is, illetve az emlékezéséből, hogy tulajdonképpen megmondta neki, hogy ő nem szereti őt, hanem csak egy segítséget kér. Tehát, hogy tulajdonképpen ez egy ilyen olyan deal volt, hogy feleségül megy hozzá, de tudatosította, hogy nyilván nem szerelemből, de jó felesége lesz ennek a bizonyos Horvátnak. Ez egy egyetemi tanár volt egyébként, az apja is egyetemi tanár volt, egy nagyon híres történész volt, aki a Vörösmarty generációnak volt a nagyon híres történésze. Tehát ez a Horváth eléggé beágyazott volt a korabeli pesti életbe. Az eleinte teljesen normális a kapcsolatok, semmi nem látszik kifelé. Születik összesen egyébként 4 gyereke től a Horváth Árpádtól. Egy meghal, egy Viola nevű kislány, az párnaposan meghal, de 2 fiú és egy lány életben majd csak ők felnőttek kívánnak. Plusz ott van még Petőfi Zoltánka, aki azért egy idő után kikerül a családból, aztán ők leveleznek, főleg a testvéreivel, majd a Petőfi István, ugye Mese kutatta ki ezt is, tehát próbálja tartani a kapcsolatot azért a családdal, de ő nagyon korán meghal, 22 éves korában meghal tüdőbajban egyébként a Petőfi Zoltán, de ő nagyon korán kikerül ebből a családból, tehát elég nehéz neki. Nem csak az, hogy az apja árnyéka rávetül, meg hogy nincsen apja, hanem ráadásul még ugye az is van, hogy kikerül a családból. Petőfi István lesz a gyámja, nincsenek jóba, állandó veszekedések, viták vannak köztük. Ráadásul van egy pletyka, egy angol, itt Angliában tevékenykedő osztrák kémnek a pletykája, hogy úgy tudja, hogy Petőfi él még 53-ban. És ennek kapcsán egy nagy házkutatást tartanak a Horváthék, tehát a Júliáék lakásába, ahol lefoglalnak mindenféléket, például képeket, például Petőfiről. Aztán kiderül, hogy ez egy kamú, tehát nem volt igaz. Le is állítják ezt a nyomozást, de ennek nyomán például Petőfi Istvánt azt sáncfogságra ítélik. Tehát, hogy nagyon, még nagyon bizonytalan a légkör az 50-es években. Tehát Júlia belemenekül egy házasságba, azt hiszem, hogy ez így elég jó. Nagyon tisztességesen bánik fel eleinte az ura. Semmi nem látszik kifelé. Aztán snitt. És 1867-ben elköltözik Júlia, ami nem szokás. Ilyet nem csinálnak nők a 19. században. Ráadásul nagyon beteg. Ugye 68-ban hal meg. Mély rákos, valószínűleg mély nyakrákos Júlia. Mellette van egy férfi, aki segít, egy Tóth József nevű férfi, akiről a Gyulai azt terjeszti, hogy ő fizeti, hogy segítse. Azóta kiderült, hogy hanem szerelmesek voltak egymásba. Tulajdonképpen ő volt Júlia utolsó szerelme, nemrégiben 2015-ben került elő ennek a Tóth Józsefnek egy levele, amelyben megvallja szerelmét Júliának. Valójában egy nagyon szép kései szerelemről van szó, és ezt abból is tudjuk, hogy a Júli egyik utolsó üzenete, amit már halálos ágyán ír az apjának, abban arra kéri az apját, Szendre Ignácot, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy evangélikus lehessen, hogy elválasson, mert hozzá akar menni ehhez a bizonyos Tóth Józsefhez. Na most az a helyzet, hogy mindenről a 20. század második évtizedéig semmit nem tud az irodalom történet. Ugyanis nincsenek meg Júliának az iratai, a levelei, a naplóiból is csak annyi van meg, ami megjelent az életképekben. De és az történik, és ez később aztán kiderül, hogy a halálos ágyán vagy a halálakor 3 férfi találkozik.
Horváth Árpád, a Gyulai Pál és az bizonyos Tóth József. És megegyeznek abban, hogy a Tóth József, ő írja le egyébként például a júliai vallomását, amiben nagyon-nagyon csúnya dolgokat mond a férjéről, és a Tóth József azt megmondja, hogy nem hozza nyilvánosságra, akkor, ha ő meg nem piszkolja be a Júlia emlékét, mert mégiscsak ugye ott hagyta, tehát elköltözött tőle, még egyszer az óriási botrány 19. században. Megegyeznek, a Gyulai pedig azt vállalja, hogy azt fogja terjeszteni az irodalmi életben, hogy a koporsóba rakták egy dobozba a Júliának a hagyatékát, és hogy az nem férhet hozzá senki. Aztán kiderül, hogy nem rakták a koporsóba, amikor ugye exhumálják, és közösségbe temetik a Petőfi szülőkkel a Júliát, és később a 20-as években előkerül ez a bizonyos ládika, amiből viszont döbbenetes papírok kerülnek elő. Például a Júlia vallomása a férjéről, amiből kiderül, hogy tulajdonképpen szexuálisan ki volt zsákmányolva. Ugye ez azért fura, hogy ilyet mondok, hogy a 19. században is van ilyen, bizony van. Konkrétan azt írja róla, hogy egy kéjenc állattal találkozott, mármint a Horváth Árpád személyében a Júlia, aki hát tulajdonképpen hát abuzáltal tetszik, még akkor is a feleségéről van szó, valószínűleg megerőszakolt, arról nem is beszélve, hogy ő maga, hát hogy eléggé szabados életet élt a házasságában is, megalázta folyamatosan azzal is, hogy írónő, azzal is, hogy a Petőfi emléke, mindennel megalázta Júliát, legalábbis ezt írja ebbe a bizonyos, vagy mondja Tolba, Tóth Józsefnek ebben a bizonyos vallomásban. Nagyon-nagyon szomorú kép rajzolódik ki erről nagyon tehetséges asszonyról, aki még egyszer akkor már három gyereket nevel, a Horváth Árpád gyerekét, meg ugye még ott van, illetve akkor már nem él a Petőfi Zoltánka. Tehát nagyon-nagyon szomorú kép rajzolódik ki. Ezt nem bírta tovább Júlia. Hát még innen azt is elgondolhatjuk, hogyha a méhnyakrák fertőzés, ugye vírusfertőzés, hogy elképzelhető, hogy például a férjétől kapta, aki bizony örömlányokhoz járt, meg szexképeket mutogat, ilyeneket ír le Júlia ebben a bizonyos vallomásban, hogy pornográf képeket mutogat neki, hogy hoz a lakásba, ahol a gyerekeiket nevelik. Ugye most már nekünk ez annyira, olyan magasan van az inger küszöbünk, hogy ezt igazából talán annyira nem is értjük, hogy ez mekkora botrány, vagy mekkora megaláztatás. De egy viktoriánus világban, ami a 19. század volt, bizony az óriási botrány, és óriási megaláztatás volt egy olyan nő számára, aki ráadásul még hihetetlen intellektussal, hihetetlen önreflexióval is bír. Van egy verse, amit szeretnék belőle egy részletet felolvasni, amit a húgának az esküvője előtt ír. Az a cím, hogy a fiatal lánykának, ugye Mari testvéremnek. Zár bimbó még kebled, csupa vágy, reménység, mivé változtatja majd a beteljesülés, nem is sejteted még. Legédesebb vágyad, ne ízlelje ajkad, mennyi keserűség van vegyítve hozzá, hogy soha ne tudjad. Maradj a reménynél, nincs nagyobb boldogság, az egész életnek gyönyörei közt így élvet egyik sem áld. Hogyha én szívemhez így közel nem állnál, mondanám, szakasszon bimbóban a halál, hogy ne virágozzál. Értjük ezt? Házasság előtt álló húgának azt mondja, hogy ne menj férhez, mert meg fognak erőszakolni, kihasználnak, abuzálnak, nyomorult leszel és boldogtalan. Ez valami, szerintem ez egy olyan döbbenetes dokumentum annak, hogy mit élt meg ez a mondom 40 éves sem volt, mikor meghalt, ez a fiatal asszony, vagy fiatal, nagyon tehetséges nő, amit igazából még föl sem tudunk szerintem mérni. Mellesleg a versei, ami ebből az időszakból, az 50-es évekből maradtak fönn, mindegyik elképesztően komor. Az öngyilkosság gondolatával kacérkodik. Vannak ott, hogy nem lennének gyerekei, akkor ő nem akarna élni. És ezek nem modoros, fölvett pózok, hanem különösen ebből a házasság történetből nézvést, bizony valóság. Bizony valóságosan megélt depresszió, aminek természetesen a ma korában nem lehetett tere. Erről nem lehetett beszélni a 19. században. Szóval egy szerencsétlen nő a házasság most. Ehhez képest, mi lesz az emlékezete Júliának?
1889-ben megjelenik egy cikk a fővárosi lapokban, 1889-ben, tehát Júlia halála után 20 évvel, a 49-hez képest ugye 40 évvel, egy Vadadi Berta nevű hölgynek a cikke, aki kislány volt, amikor Júlia náluk lakott Kolozsvárott, amikor kereste Petőfit, hogy egész Erdélyben, csatatereken, tehát utatott utána, hogy hol van. És ebben a cikkben ez a Vadadi Berta olyanokat ír le, hogy Júlia kicsapongóan élt, hentergett, táncolt, ivott, elhanyagolt, a cigarettázott, szivarozott. Tehát azokat a sztereotípiákat, amelyeket máig egyébként föntart az emlékezet Júliával kapcsolatban, ezeket a sztereotípiákat, negatív sztereotípiákat sorakoztatja föl ez a bizonyos Vadadi Berta. Vagyis, hogy tulajdonképpen azt kell látnunk, hogy az az emancipált nő, ami az 1847, még a Petőfivel való celeb házaspár idejéből kezdett fölépülni, amit aztán nagyon keserűen nem tudod megvalósítani a tényleges házasságába Horváth Árpáddal. Ez a képrendszer, ez előkerül majd az utókorban, mint negatívum, hogy mennyire erkölcstelen volt, és mennyire nem foglalkozott azzal, hogy mi van a fiával, igazából mi van a férjével, stb. Stb. Ezt egy picit még megfejeri ráadásul egy korabeli emlékirat, Vahogy Sándorné Csapó Máriának az emlékirata, aki együtt volt Júliával diák a Lejtei féle lánynevelő intézetben. Azt kell tudni erről a Csapó Máriáról, hogy ez a Csapó Mária annak a Csapó Etelkének a nővére, aki ez ugye a cipruslombokat írja, a Petőfi, pontosabban akinek a halála kapcsán a cipruslombokat írja Petőfi. Hát nem volt valós szerelmi történet, ez sem nyilván, csak megpillantotta, és a lány egyébként hirtelen hal meg, és utána Petőfi megéri ezt a híres ciklust. Minden esetre azért érzékeljük, hogy érintett ez a Csapó Mária. Ráadásul a férje, Vahogy Sándor, ez egy reformkori költő, aki bizonyos értelemben egy ilyen konkurenciája Petőfinek. Na most úgy szokták mondani, hogy a Csapó Máriának az emlékelet maga a 19. századi pletykafészek. Tehát, hogy tényleg minden rossz indulatú pletyka benne van, ami a kortársakról benne lehet, többek között Júliáról is. Elmondja azokat a sztereotípiákat, amiket ismerünk, hogy igazából hiú volt, valójában nem szerelmes Petőfibe, leginkább csak a hiúsága miatt, meg a kivagyisága miatt, stb. Ment hozzá feleségül. Amúgy sem, tehát nem egy szimpatikus alaknak állítja be Csapó Mária Júliát, már lánykorában sem. Ráadásul leírja azt, amikor találkozik vele azután, hogy megtudja, hogy férhez ment. Az a leírás az egészen elképesztő. Tehát egyrészt hangsúlyozza azt, hogy egy ilyen keleti kénő jellegű öltözetbe fogadja. Ott van fölötte olyan Petőfinek a képe, de mint a mit se törődne vele. Cigarettázik folytonosan, ez mindig előkerülő vád Júliával kapcsolatban. Tehát magyarul úgy próbálja beállítani, mint akit egyáltalán nem rázott meg a férje halála, és aki a korai férhez menése ennek következtében tulajdonképpen teljesen természetes. Na most ezek a sztereotípiák, tehát a Vadadi Bertának a sztereotípiái, a Csapó Máriának a sztereotípiái, ezekből összeáll egy ilyen modern múzsa képe, ha belegondolnak. Ezt a modern múzsát mellesleg egyébként a Horváth Ilona, tehát a Júlia lánya, aztán ír egy válaszcikket erre a Vadadi Berta cikkre, hogy mennyire lehetetlen és igazságtalan és hazugság az egész. Gondolj már bele, valóban egy 13 éves kislány emlékirata 40 évvel később, vagy emlékezése, amit ő látott, nyilvánvalóan belekalkulálta a saját ilyen elgondolásait arról, hogy ez a Júlia, ez micsoda, mert akkor meg volt a hírnő. Minden esetre ezekből a képzetekből összeáll egy modern, emancipált, múzsa, költőnő, írónő képzete Júliával kapcsolatban, amit aztán a nyugatosok meg fölkapnak. Ugyanis nyilvánvalóan keresnek előképet a viktoriánus 19. században a maguk múzsái, a Léda számára például, vagy nem a Csinszka számára például, akiből le lehet vezetni a saját magatartásukat, a saját imidzsüket, ha tetszik. Vagyis tulajdonképpen egy nem igaz sztereotípia halmot
gyakorlatilag igazzá avatnak, csak megfordítják, nem negatív módon fogják kezelni, hogy mennyire erkölcstelen, meg nem jó anya, stb. Stb. Hanem pont fordítva azt mondják, hogy ez az igazi írónő, ez az igazi múzsa, ez az igazi költő. Vagyis tulajdonképpen a szerencsétlen sorsú Szendrei Júliából a nyugatosok szintén valószínűleg történetileg nem igazolható állításokból fölépítenek egy modern, emancipált irodalmárnő képzetét, amit aztán majd a maguk hasznára fognak fordítani. Ehhez képest Júlia legfontosabb az életében a családja volt. Ugye a Három rózsabimbó című verse például, ami az egyik első verse, ami megjelenik, az a három gyerekéről, gyerekéhez íródik. Ehhez képest azt látjuk, hogy egy borzasztóan tehetséges 19. századi írónővel találkozhatunk. Ő reflexív. Egészen arról gondolkodik például, hogy ő méltó lehet egy ilyen zsenihez. Mi van akkor, hogyha a zseni az a Petőfi rájön arra, hogy nem eléggé, nem szellemi partnere neki, és akkor, de ugye aki már ilyenekről gondolkodik, az ne eleve szellemi partnere természetesen a zseninek. Tehát egészen elképesztő önreflexióval bírt. Tényleg a kortársakhoz képest is. Egy olyan nőről beszélünk, akit 20 éven keresztül, vagy igen, 20 éven keresztül, vagy majdnem 20 éven keresztül megalázta a férje, minden tekintetben megalázott, szexuálisan kihasznált, abúzált, tehát teljesen szerencsét, és aki nem fordulhatott senkihez, aki csak a halálos ágyán fordulhatott, ugye például az apjához, úgy utoljára még az igazi szerelmet megtalálhassa ebbe a bizonyos Tóth Józsefbe, és ebből a szerencsétlen sorsú, nagyon tehetséges, nagyon jó író, tényleg jó író, kortársakhoz képest is, nagyon jó író hölgyből csinálnak egy ilyen hamis múzsát majd a nyugatosok. Azt tudom javasolni mindenkinek, hogy olvassanak Szendrei Júlia verseket, vagy meséket akár, vagy a naplóját akár, egészen különös kaland mindenkinek. Köszönöm szépen a figyelmet!